estét kívánok! Túl vagyunk az Ebel alapszakaszának felén. Ezt olyan nagyjából két-két és fél hónap alatt tudták le az osztrák hokiliga csapatai. Jön a nagyjából második fele, ezt pedig egy bő hónap alatt fogják lejátszani a csapatok. Szóval van miről beszélni. Sűrű időszak van mögöttünk, sűrű, még sűrűbb időszak áll előttünk, illetve hát egészen pontosan a csapat előtt. És hát ezekről a dolgokról fogunk beszélgetni a következő 20-25 percben Szélig Viktorral, a csapat general menedzserével. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban. Jó estét kívánok, szervusz! Ha ezt az elmúlt két-két és fél hónapot nézzük, akkor milyen érzések vannak benned, ha csak így mondjuk két mondatban kell összefoglalni, aztán picit majd nyilván kibogozzuk ezeket a dolgokat. Hát elég hullámzó volt a csapatnak a teljesítménye, úgy gondolom. Az elején nagyon jól indult a bajnokság. Utána volt egy kis mélyrepülés, tehát egy jó pár mérkőzésen nem sikerült pontot szereznünk, vagy legalábbis győzelmet szereznünk. Majd most egy kicsit, hát hol meglepetés sikerek, hol nem várt vereségek. Sokkal nyugodtabb lennék, ha mondjuk a második felére a szezonnak egy kicsit kiegyenlítettebb lenne a teljesítményünk. Minek köszönhető szerinted ez a hullámzás? Sok mindennek. Kicsit más karakterű csapatunk van, mint a tavalyi szezonban. Sokkal több gólt lövünk, de sajnos több gólt is kapunk. Egy kicsit talán agresszívabb játékstílust játszik a csapat, ami úgy gondolom, hogy sokkal szórakoztatóbb nézni, de ugye a szívnek nem tesz túl jót sokszor, hiszen kicsit talán többször nyílunk ki hátul, és adunk gólszerzési lehetőséget az ellenfeleknek. Erre majd azért sokkal jobban oda kell figyelnünk a következő periódusban. Hát akkor, ahogy kiveszem a szavaiból, meg ahogy egyébként én is látom, azért a támadó játék az a tavalyhoz képest nagyot lépett előre, mert tavaly főleg Bőn Laporte irányítása mellett a csapat életében sokszor örültünk annak is, hogyha megvolt a második gól a mérkőzése, most ezzel nincs baj. Úgy gondolom én is, hogy azért sokkal nagyobb a támadó potenciál ebben a társaságban. Ugye ez egy cél volt, amikor a csapatot összeraktuk, hogy középen, centerposzton próbáljunk megerősíteni. Úgy gondolom, hogy most három olyan centerünk van, akik közül bármelyik lehet első soros is akár. Sokkal több kreatív játékos van most itt a csapatban. Az is nagyon fontos, hogy csapatként hogyan védekezünk, és hogyan tudjuk segíteni a kapust mondjuk, akinek azért a számai elmaradnak a tavalyi hoz képest, de ez nem feltétlenül csak az ő hibája. Na hát erre is ki akartam térni, ugye tavaly 92,6 vagy 7%-kal zárta ugye a szezont Karut, most meg 88-on áll, azért ez egy szembetűnő különbség. Az biztos, hogy tavaly volt jó pár olyan mérkőzés, amit a kapus nyert meg nekünk, idén is volt ilyen, neki is talán egy picit hullámzó a teljesítménye, és igen, ahhoz, hogy a csapat kevesebb gólt kapjon, ahhoz az ő kiegyensúlyozott teljesítményre is szükség van, de még egyszer mondom, nem csak a kapuson múlik, hanem az előtte játszó csapaton is. Ez nyilvánvaló, de hát több száz mérkőzést játszottál, láttál. Te hogy látod egyébként, tehát egy gyengébben véd Karut, mint tavaly? Nem, igazából nem nagyon voltak olyan mérkőzések, amire azt lehetett volna mondani, hogy a kapuson ment el. De az is biztos, hogy azért nagyon nagy várakozásokkal tért ide vissza ő maga is, és azért nekünk is nagyon magas elvárási szintünk volt vele szemben. Azért ezt én úgy gondolom, hogy azért nem egyszerű neki sem, meg a közönségnek sem, vagy a klubnak sem azért tartani, vagy inkább az ő részéről ezt feldolgozni. Tehát ez inkább szerintem mentális dolog, tehát ő nem lett rosszabb kapus, mint tavaly volt. Talán egy kicsit sokat görcsöl azon, hogy jól nézzenek ki a számok, és hát tudjuk, hogy milyen az, amikor az ember túlságosan is akar valamit. És hát maradva nyilván a védekezésnek, tavaly, amikor ugye Hannu Järvenpe átvette az irányítást, akkor az egyik talán a legszembetűnőbb változás a csapat életében az pont a védekezés és a védekezésnek a milyenje, a hogyanje. Ugye Laportnál talán ilyen emberfogásos védekezést játszott a csapat, és ugye Järvenpe érkezésével pedig ugye gyakorlatilag mindenki maradt a saját helyén, és területet kellett inkább védekezni, és ennek meg is lett az eredmény, akkor jöttek az eredmények, javult is a védőmunka hátul. Idén viszont valahogy ez úgy tűnik, hogy nem működik, nem sikerült a megfelelő bekeket idehozni, vagy mi ennek az oka, ahogy látod? Az is biztos, hogy egy kicsit, tehát elől
Én úgy gondolom, hogy erősebb ez a csapat, mint a tavalyi volt. Voltak olyan pozíciók, ahol mondjuk egy kicsit fiatalabbak lettünk, vagy kevésbé rutinosak lettünk, mint amilyenek voltunk, de a védekezés az egy sormunka, tehát nem feltétlenül csak a hátvédeken és a kapuson múlik, hanem a csatárokon is, hogy zárnak vissza, hogy backcheckelnek, hogy találják meg az embereiket. Azért rendszeresen kielemzi a csapat ezeket a szituációkat, és azért nagyon sokszor előjön az, hogy mondjuk nem a hátvéd maradt le az emberéről, vagy a kapus fogta jól mondjuk a szöget, hanem esetleg valamelyik csatár maradt le a védekezésben. Az biztos, ahogy említettem, hogy sokkal agresszívebb, erősebb letámadással próbálunk operálni, ami mondom több és kevésbé sikerül is. Az a fontos, hogy amikor a csapat visszazár, a letámadó csatárok visszajönnek, akkor milyen gyorsan és hogyan tudják megtalálni a pozícióikat. Hát beszéljünk azért az erényekről is, mert kívülről az látszik, meg az eredmények is sokszor azért ezt mutatják, hogy ez most egy olyan csapat, amelyik az utolsó pillanatokig képes küzdeni. Hát ugye itt van a múlt heti ugye a Bolzano elleni mérkőzés, a 0-3-ról jött vissza a csapat. Tehát itt tényleg ez egy küzdős, a szívét 1000%-ig a pályára kitevő csapat. Mindenképpen ezek nagyon pozitív dolgok. Ugye ott 0-3-ról sikerült visszajönni, és hát nem az egy első olyan mérkőzés volt, amikor hátrányból jövünk vissza. Jó lenne, hogyha egyszer nem hátrányból kellene visszajönni. Ugye pont múltkor beszélgettünk az egyik meghatározó játékossal avval kapcsolatban, hogy hát azért régen volt már, vagy elég ritkán van az, hogy mi szerezzük meg a vezetést, de itt az a lényeg, hogy mennyi az eredmény 60 perc után. Persze egyszerűbb lenne, jobb lenne, hogyha nem az eredmény után kellene szaladnunk, de azért látszik, hogy ezzel a négy soros játékra alapuló, keményebb letámadós hokival egy picit talán lassabban rázódik bele a társaság az adott mérkőzésbe. És létezik a csapaton belül Salzburg-fóbia? Hát igen. Nem, 7-8 és 9 gólt kapott. Igen, nem túl jól néz ki ez a rekord. Valahogy az Salzburg ellen idén nem nagyon találjuk a játékunkat, és hát ellenünk nagyon jól működik a Salzburgi offenzív gépezet, tehát tényleg most így én is néztem itt az utolsó mérkőzésünket Salzburgban, hát szinte minden helyzetből gól tudnak lőni, nagyon nagy önbizalommal lépnek pályára ellenünk, de hát láttuk utána a Bajnokok Ligájában is a finnél lovas is sikerült megverniük, tehát egy nagyon jó csapatról van szó, az biztos, hogy arra kell valami megoldást találni, hiszen egyszer még mindenképpen találkozunk velük az alapszakaszban, hogy mi lehet a megoldás erre a félelmetes támadó egységre a túloldalon. Hát azt mondjuk, azért ne felejtsük el, hogy itt nyertek 7 gólt ütve, akkor azt hiszem, hogy mind a hetet talán emberrel ümbrütötték, és Hannu Jervenpemeste nem nagyon szokott bírózni, hát azután a mérkőzés után azért elmondta, hogy a volán sem fogott ki hónapot azon a találkozón, de ezzel nem ők voltak egyedül a jégen. Igen, a bírók azok, én nem nagyon szeretek a bírókkal foglalkozni, tehát van, amikor a javunkra tévednek, van, amikor a kárunkra, tehát igen, ott egy kicsit talán sok volt az emberhátrányos gól, amúgy is az emberhátrányos védekezésünkön, én gondolom, hogy van mit javítani, és fogunk is, tehát az edzőistár dolgozik rajta, hogy ez mindenképpen jobb legyen, ott talán az is probléma volt, hogy egy kicsit frusztrált is lett a csapat, és talán olyan kiállítások is voltak, amik nem voltak szükségszerűek. Ugye most tizedik a csapat 31 ponttal, ugye a hatodik hely az ugye 42 ponton áll, ugye a hatodik helyzet Bolzano, az 11 pont különbség. Ugye nagyon sok van még hátra, de hogyha nézzük a szezon eddigi részét, akkor ez még benne van a pakliban, hogy odaérhet a volán, vagy most már mondjuk cél az, hogy a 7.-8. hely valamelyiket szerezze meg az együttes, hogy a létező lehető legtöbb bónuszponttal vágjon neki a középszakasznak. Nyilván sportemberek vagytok, tehát hogy nem lesz ez soha egy feladott dolog, de a realitást nézve, hogy látod? Én úgy gondolom, hogy mint ahogy a Karut esetében is beszéltünk róla, tehát hogy nem feltétlenül a most a helyezéssel kell foglalkozni, hanem a saját játékunkkal és a következő mérkőzéssel. Tehát nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit stabilizálni tudnánk viszonylag magas szinten a formánkat, és úgy játszani le a mérkőzéseket, mert tulajdonképpen szinte minden csapat ellen van esélyünk arra, hogy,
hogy győztesen hagyjuk el a pályát, de mondom csak akkor, hogyha mi jó teljesítményt nyújtunk. Tehát inkább azt mondom, most jelen pillanatban nem helyezéseken és pluszpontokon gondolkodva, hogy még itt van két mérkőzés a break előtt, és hogy ott hozzuk ki magunkból a maximumot, és ezt az etapot zárjuk le, majd nézzünk egy kicsit vissza, hogy meddig jutottunk mondjuk az előző breakhez képest. Nem néznék ennyire most előre, hanem mindig csak a következő, mondjuk a következő mérkőzésig. Mert sok szempontból azt gondolom, hogy ez a mostani ebben a szezon ez az egyik legkülönlegesebb abban a tekintetben, hogy végtelenül kiegyenlítettnek tűnik a mező, még akkor is, hogyha van két leszakadó félben lévő csapat, de hát ők is képesek bárhol, bármikor meglepetést okozni. Hát a szezon elejéről is beszélünk, hogy ahogy a Dormir kezdett, és aztán visszaesett, vagy fordítva pont az Salzburg esetében. Tehát, hogy nagyon-nagyon kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Persze, hogy a Bécsről is beszéltünk, ugye 12 meccset lejátszottak úgy, hogy nem vesztettek mérkőzést, majd utána jött egy ötös vereségi sorozat, és már nem ők az én lovasai, vagy akik vezetik az Ebelt ebben a pillanatban. Tulajdonképpen itt ebben a három pontos rendszerben, ha egy csapat elkap egy jó formát, és be tud gyűjteni egymás után jó pár győzelmet, akkor már is előrébb ugrik a táblázaton, a fordított esetben meg lecsúszik. Tehát itt igazából az elején is beszéltünk róla, a szezon elején, hogy az lenne a fontos, hogy ezek a hullámhegyek, ha vannak, minél tovább tartsanak, és a hullámvölgyek, amik ugye szintén előfordulhatnak egy szezonban, azok pedig minél rövidebbek legyenek, hogy a csapat minél gyorsabban próbáljon meg arra az útra lépni, hogy pontokat tudjon gyűjtögetni. Ugye holnap jön az egyik mérkőzés a break előtt, amit is említettél, a kettőből, közvetlen rivális a Dornbirn ellen, nagyon kellemetlen ellenfél. Kellemetlen ellenfél mindenképpen, ott vannak előttünk egy ponttal, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk velük, eddig kétszer találkoztunk velük, mi jöttünk még ebből ki jobban, mind a két alkalommal, de biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon kemény csata lesz majd holnap este 18 óra 45 perctől. Ők is egy kicsit hullámzó teljesítmény nyújtanak onnantól kezdve, hogy nekünk sikerült őket legyőznünk, ugye még az első fordulóban. De hát ahogy mondod, nagyon kiegyenlített ez a bajnokság, nagyon közel állnak egymáshoz a csapatok, és tulajdonképpen az dönti el egy-egy este azt, hogy ki hány pontot tud gyűjteni, hogy ki tudja a magához képest a jobb teljesítményt kihozni. Hát és ami ugye a csapat mellett szól, az a hazai pály, és ebben nagyon sokan fogadkoztak a szezon elején, hogy ami talán egy picit tavaly elment, ez a ördökatlan aréna érzés, ez most talán picit visszajönni látszik, sokkal több meccset nyer a Fehérváron, vagy 19 hazai pályán. Igen, hál' Istennek azért a csapat megkapja a közönségtől a megfelelő buzdítást, és igen, veszélyesebbek vagyunk itthon mindenképpen, mint idegenben, de pont ez a lényeg. Tehát ahhoz, hogy egy kicsit több pontot tudjunk számlálni a csapat neve mellett, ahhoz fontos lenne az, hogy ha kiteszi a csapat a lábát a városon kívül, akkor is esélyes legyen arra, hogy győzzön. Ebben azért van egy kis restancia eddig a szezonban, úgy gondolom, azért is vagyunk egy picit hátrébb, mert idegenből nem nagyon tudunk pontokat szerezni. Hát a válogatott szünet előtt lesz még erre lehetőség, ugye Filakba látogat majd a csapat, a Filak, mondhatjuk, hogy tök utolsó, mert hogy még a Zágrábtól is leszakadtak 4 pontra, 25 meccsen 16 pont, én nem tudom, hogy bárki is gondolta volna Filakban, hogy ilyen szezonjuk lesz, de egy ilyen csapat ellen meg aztán pláne sosem könnyű. Hát ugye velük is kétszer találkoztunk eddig, az egyik legrosszabb mérkőzés volt, amit kint játszottunk ellenük, még ugyanúgy az első kanyarban, az első körben, tehát ott ki is kapott a csapat tőlük, és mondom, nagyon nem játszottunk jól. Azért megmutatta a társaság a második mérkőzésen a Fillak ellen, hogyha jobban játszik, jobban oda teszi magát, azért a Fillak egy verhető társaság. De még egyszer mondom, tehát itt mindenki csak akkor verhető, hogyha nagyon jó napot fogunk ki, és mindenki tényleg szinte egytől egyig a legjobbját tudja nyújtani. És aztán jön az általad is említett, hogy válogatott szünet, hogy magyar válogatottra majd 3 mérkőzés vár a jövő hét végén. Mennyire jön ez jól nekünk? Nyilván a sérültek nyernek egy hetet, hogy például Sofron Istvánnál láttam a közösségi oldalán kír, hogy már csak 2 hét és talán visszatérhet, tehát őnek ilyen szempontból jókor jön, de hát a válogatott gerincét mindig a Fehérvár adja. Mit lehet ilyenkor építkezni? Mi a legfontosabb ebben az egy hétben?
Hát először is az azért örömteli, hogy 9 játékos kapott meghívást erre a tornára. Ugye nem egy kísérleti jellegű csapat utazik majd Norvégiába, hanem mivel nagyon komolyak lesznek az ellenfelek is, ezért fogalmazunk úgy végleges közeli, tehát nem azt jelenti, hogy majd persze nagyon örülnék neki, ha 9 fehérvári játékos lenne majd a világbajnoki keretbe, de ezekbe a játékosokban látott a szövetségi kapitány fantáziát. Természetesen ezek a hetek olyan szempontból viszont nem egyszerűek, hogy a 9 játékos elmegy, a többiek itthon maradnak, tehát nem igazán tud a csapat közösen a következő feladatokra készülni, de hát ez a helyzet, ehhez kell alkalmazkodni. Az biztos, hogy a sérültek, ugye most a két kéztörött, Sofra István és Artur Luttinen, most ebben egy hetet nyer, vagy legalábbis egy hét alatt nem maradnak ki neki mérkőzések, de mondom, tehát ilyen szempontból ez nem túl szerencsés, de ez van a fehérvári csapatnak, mindig is fontos volt a válogatott, és mondom, büszkék vagyunk rá, hogy ennyi srác ott van a válogatottban, ugyanúgy, mint hogyha ezt megemlíthetem, az, hogy 11 srác képviseli magát a fehérvári csapatból, ugye van, aki még a junior csapatban, az akadémián ügyeskedik, van, aki már a titánokban, de 11 játékos ott lesz a junior világbajnokságon is, ami most majd szombaton kezdődik Lengyelországban. És akkor maradjunk egy nagyon picit a válogatottnál. Mit jelent az, vagy mit üzen az, hogy egy légiós van most jelen pillanatban a válogatottban? Ugye te is azt említetted, hogy ez nem egy kísérleti csapat, hanem egy ilyen, mondjuk, hogy egy erős válogatott, egy kézközeli válogatott. Hát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd változások azért ebben a keretben a világbajnokságra. Azokat tudja meghívni a szövetségi kapitány, akik egészségesek és tudnak jönni és vállalják ezt a szereplést. Persze minden játékosnak azért ez egy megtiszteltetés, de a hosszú klub menetelésben, meg a megfeszített tempójú szezonban mindenkinek azért jönnek a problémák. Tehát csak akkor van ennek értelme, hogy a játékos így a válogatottal ugye együtt készül egy pár napot, elutazzon és lejátszó 3 mérkőzés, elég feszített lesz a tempó, lesz egy olyan nap, amikor este játszanak, majd másnap délben, aki tényleg 100%-os és segítségére tud lenni a csapatnak. A másik meg az, hogy ezeknek a játékosoknak utána azért még vannak klub elfoglaltságai is, tehát elsődleges azért én úgy gondolom ebben a szakaszában a szezonnak még azért a klub kötelezettségek. Hát és ha már klub kötelezettség, akkor visszajönnek a fehérvári játékosok, és hát belecsapnak a lecsóba elég rendesen, ugye most lemegy 2 meccs, és ugye azon kívül akkor lesz még utána 16 találkozó, ha jól számoltam, amit gyakorlatilag kevesebb, mint egy hónap alatt, vagy nagyjából egy hónap alatt, hát bestiesen fogalmazva, le kell tolniuk. Ez nem kis terhelés. Mindenképpen szinte minden bajnokság azért itt az ünnepek alatt, tehát ez a december és a januári periódusban egy kicsit besűrűsödik, ez így van az EBL-el is. Most ugye a szezon eleje volt ez a heti 2 meccs, és inkább a hétvégékre fókuszálva, most pedig majd bejönnek a hétközbeni találkozók is, és az ünnepek alatt viszont kifejezetten sűrű lesz a program, de így volt ez tavaly is, és tavaly előtt is. Én nagyon remélem, hogy jól fogjuk venni majd ezeket az akadályokat, hiszen nagyon fontos pontokat osztanak majd ebben a periódusban. És nagyon fontos ebben a periódusban a fizikai állapot. Ebből a tekintetben hogy látod, hogyha az elmúlt évek volánjával össze kell hasonlítani a csapatot, akkor mennyire van most fizikálisan rendben? Ugye Jelven Pemestenek ugye az első teljes szezonjait. Úgy gondolom, hogy ezzel különösebb probléma nincsen, tehát a játékosok többsége azért többé-kevésbé már hozzászokott ahhoz, hogy komoly a fizikai megterhelés, és én úgy gondolom, hogy azért végeznek olyan munkát akkor, amikor kell, hogy fizikálisan ez ne legyen probléma. Úgy gondolom, hogy ez inkább mentálisan nehéz, és az a kihívás, hogy a regenerációban, hogy hogyan sikerül a srácoknak újra töltődni, és a következő mérkőzésre mindenféle szempontból, tehát mentálisan is fölkészülni, hogy a legjobbjukat hozzák, hiszen ugyanúgy, mint ahogy mi szeretnénk jól szerepelni ebben az időszakban, az összes más csapat is ugyanígy van ezzel. Terveztek-e egyébként bármiféle változást a keretben? Ugye ennek is van egy határideje, de érkezhet-e új játékos? Ez a szurkolók mindig ez érdekli, főleg, hogyha esetleg van egy olyan poszt, ahol úgy látják, hogy kellene vagy lehetne erősíteni.
folyamatosan az edzői stábbal közösen, és a menedzsmenttel értékeljük a helyzetet, meg az állapotot, és attól függ, hogyha szükséges, akkor fogunk lépni. Jelen pillanatban ez most nincsen terítéken ez a dolog. És én minden mérkőzésen, vagy majdnem minden mérkőzésen ott vagy, és hát nem elbújsz egy irodában, hanem jössz-mész. Hogy látod egyébként a szurkolók, mennyire elégedettek, mennyire optimisták az idei szezonban? Tavaly azért voltak olykor negatív hangok, egy-egy fütty is. Te hogy látod idén, mennyire elégedettek ezzel a, hát ahogy te fogalmaztál az elén, talán őszintébb vagy támadóbb, több gólosabb hokival? Ahogy már korábban fogalmaztam, szerintem ez egy sokkal látványosabb jégkorong, amit ez a csapat most játszik. Igazából a szurkolói hangulat mindig az adott mérkőzésnek az eredményétől függ, tehát hogyha jól játszunk, ha nyerünk, és hál' Istennek azért voltak nagyon jó teljesítmények, úgy gondolom idén hazai pályán, akkor nagyon boldogok, ha viszont egy kicsit fakóbb a produkció, és az eredmény sem olyan, akkor viszont nagyon kritikusak. Fehérváron nagyon szakértő közönség van, tehát a csapatnak tényleg a szívét, lelkét egy, az alap, azt már Fehérváron szerintem megszokhatták, de a teljesítő képességnek vagy a kapacitásuknak a javát is ki kell tenni a jégre ahhoz, hogy tényleg elégedetten távozzon a fehérvári közönség, de mondom, ez azért már így van egy jó pár éve. Ki okozta a legkellemesebb meglepetést neked eddig? Vannak játékosok, akik én úgy gondolom, hogy jól teljesítenek, vannak olyan játékosok, akik sokat fejlődtek a tavalyi szezonhoz képest. Ugye nem nagyon szeretek ilyen időszakban, vagy nem nagyon szeretünk ilyen időszakban tulajdonképpen játékosokat kiemelni, mert egy győztes csapatban mindenki győztes, egy vesztes csapatban mindenki vesztes. De tehát nem megkerülő a kérdést, én azért úgy gondolom, hogy vannak itt olyan fiatal magyar hátvédek, Stipsitz Bencéről vagy Szabó Dánielről beszélek, akik sokkal több jégidőt harcoltak ki maguknak ebben a szezonban, és úgy gondolom, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel. A másik pedig a negyedik sorunk, aki ott is a negyedik sorunk, tehát a Reisz Áronnal túlnyomó többségben Szita Donát is egyre több jégideje van, hogy ők is hozzá tudják tenni a magukét a produkcióhoz. Egyszer mondom, tehát itt az a játékos fog sokat játszani, aki ezt megérdemli és megharcol érte. A negyedik sortól egy kicsit kapura törőbb játék lenne, akkor még talán egy kicsit eredményesebbek is lehetnének, de úgy gondolom, hogy ők is nagyon sokat léptek elő a szezon elejéhez képest. És ha más Stipsitz Bencét vagy Szabó Dánit említetted, akkor ők gólokkal is hozzájárulnak, sőt, hogy a Stipsitz Bence legalább két meccset döntött már el hátvéd létére. Igen, ő a fiatal kor ellenére úgy gondolom, hogy az egyik legjobb magyar hátvéd jelen pillanatban, és nagyon sokat is játszik, fontos pozíciókba is játszik. Tehát igazából ezt fontosnak tartottuk, én úgy gondolom a szezon elején, hogy ne az döntse el, hogy ki mennyit játszik, hogy hány éves vagy, hogy külföldi vagy magyar, hanem az, hogy ő mennyit tud az edző véleménye szerint segíteni a csapatnak az adott estén, hogy mennyire érdemli meg mondjuk az edzésen mutatott, vagy az előző meccsen mutatott teljesítménye alapján, hogy sokat használja a mester. Tudom, hogy ezt a kérdést sem feltétlenül fogod szeretni. Ott lesz a csapat a rájátszásban? Hát én nagyon remélem, ezzel a céllal indultunk neki, és én remélem, hogy vagy így vagy úgy, de ezt a célt ezt teljesíteni tudjuk majd. Én úgy gondolom, hogy a csapatban van potenciál, de az is biztos, hogy van egy csomó olyan terület, ahol még tudunk fejlődni, és tudunk jobbak lenni. Szépen köszönöm, hogy itt voltál, és közel vannak az ünnepek, úgyhogy boldog karácsonyt kívánok, pontokban, gólokban gazdag boldog karácsonyt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm. Ez volt már a Bajnokok Város, ez a műsor legközelebb majd egy hét múlva lesz itt a Fehérvár Televízióban. Maradjanak velünk, viszontlátásra.